A régi, kiöregedett és állandó javításra szoruló szemétszállító tudjuk átadása fejében a közvállalat 10%-os árengedményt kapott az új teherjármű Priboi beszállítójától. Mivel a jármű hazai termék, vásárlása további 20%-os állami szubvenciót jelentett. Az így 9 millió 700 ezer dináros beruházást a vállalat a tavalyi községi költségvetés eszközeiből valósította meg. Csóka község önkormányzatának a költségvetésében a tavalyi évben előre lett látva egy komoly összeg, közel 10 millió dinár értékű összeg, amit a kommunális vállalat részére terveztünk, szemét, gyűjtő, kamion vásárlására. Úgy gondolom, hogy azért van erre szükség, hogy a szolgáltatás minőségét javítsuk. A Priboiban gyártott 11 köbméteres hulladékszállító lehetővé teszi, hogy a jövőben Csóka mellett a község többi településén is megszervezzék a hulladék begyűjtését. Remélem azt, hogy a továbbiakban is sikeres lesz az önkormányzat és a kommunális vállalat együttműködése, ami a gépjárművek felújítását illeti. Itt kell tudni, hogy nagyon elöregedett volt már a gépparkunk. A Csókai Községi Önkormányzat 2013-ra is hasonló összeget választott ki a költségvetésben, hogy abból mit vásárolnak, mibe fektetik, az majd a közvállalattal való megbeszélések után derül ki.